Áldás, békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldjon meg az Úr. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házában. Adventhez érkeztünk Isten kegyelméből. Egy újabb év, amikor együtt lehetünk, együtt ünnepelhetünk, amikor egymásra mosolyoghatunk, amikor közösségben lehetünk egymással. Mostantól minden vasárnap délután összejöhetünk, és együtt hallgathatjuk az adventi üzenetet, és felkapcsolhatjuk az adventi fényeket. Szeretettel kérem Szada nagyközség polgármesterét, Pintér Lajost, köszöntse az ünneplő egybegyűlteket. Tisztelt adventi várakozók, kedves szadaiak! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat advent első vasárnapján. Hívő emberként és a település vezetőjeként eltökélt célom, hogy a közösség összetartásának további erősítése. Erre pedig nagyszerű alkalom például az adventi időszak. Advent a karácsony előtti örömteli várakozás ideje. A kereszténység második legnagyobb ünnepének előestéje. 4 hét, mely a vásárlási láz ellenpontjaként, ha mi is úgy akarjuk, a belső megbékélés, az elcsendesedés, az összegzés és a másokhoz való odafordulás időszaka lehet. Fontos, hogy az ünnep tényleg ünnep legyen. Szeretettel és figyelemmel forduljunk egymás felé. Tárjuk ki szívünket és forduljunk embertársaink felé segítő szándékkal. Az év utolsó hónapja a csodák heteivel telnek. Feldíszítjük házainkat, lelkünket, és izgatottan vágyjuk az ünnepet, a szentestét, a családi összejöveteleket. Ebben az időszakban, az emberi kapcsolatainkban az összetartozás érzése felerősödik, és mindannyian azt kívánjuk, bárcsak örökre így maradna, és minden nap éreznénk ezt a csodát. Ez a csoda azonban elmarad, ha csak a csillogó ajándékokban, feldíszített karácsonyfákban és a roskadozó ünnepi asztalokon keressük. A kimondott kedves szavaink, jó kívánságaink legyenek őszinték, és tetteink is tükrözzék, mennyire fontosak számunkra szeretteink és barátaink. Ma az első gyertyát gyújtjuk meg Szada nagyközség adventi koszorúján, majd hétről hétre növekszik a fény, mind közelebb kerülünk Jézus születéséhez, a karácsony beköszöntéhez. Kívánok Önöknek az adventi ünnephez sok-sok türelmet, nyugalmat és tiszta szívet, majd a szeretteik körében eltöltött meghitt boldog karácsonyi ünnepeket. Ezek mellett pedig kívánom mindannyiuknak, hogy maradjon meg a szeretet a szívükben az év minden napján. És most engedjék meg, hogy Böjte Csaba szavaival zárjam beszédemet. Karácsony nagy üzenete, a boldogság benned van, és ezt te odaajándékozhatod Istennek nevében társadnak, gyermekednek, mindenkinek. Tedd meg alázattal, hisz erre születtél. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük, polgármester úr, jó kívánságait! Most szeretném megkérni Hidász György Izrael diakónust, adja át adventi gondolatait, hadd töltekezzünk az ünnepi üzenettel. Mindenek előtt szeretettel köszöntök mindenkit, minden ünneplőt, minden jelenlévőt. Hallgassuk meg Isten igéjét. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek. Egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az emberfia eljön.
Ha ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony őrül a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Ez az evangéliumi szakasz a mai napra a katolikus egyházban adott evangéliumi üzenet. Nem is akartam másikat keresni. Adventus Domini, az Úr eljövetele. Ilyenkor újra összeszoktuk foglalni, hogy tulajdonképpen mit is takar ez a kifejezés, mi van mögötte. Így szoktunk beszélni három úrjövetről, történelmi úrjövetről, amikor Jézus 2000 évvel ezelőtt elérkezett, belépett az emberiség történetébe, és valamiféle új világot hozott el, az isteni világot, a béke világát. Aztán szoktunk beszélni végidős úrjövetről, amikor Jézus majd másodszor eljön, újra eljön. Sokak számára ez a kettő a legizgalmasabb, mert ilyenkor karácsonyra készülnek, kigyulladnak a fények, tele van az emberek a mindennapi élet izgalmával, megkezdődött a kereskedelmi karácsony, és ez ragadja meg leginkább az embernek a felületi gondolkodását. Aztán vannak, akik lelkileg szeretnek jobban odafigyelni, és nagyon sok embert megragad, hogy majd eljön a világ vége, és hát van ilyen felekezet, ugye az adventisták, adventi közösség, akik erre különösen odafigyelnek. De az egyház időszakában is jelen van az advent. És van egy harmadik úrjövet, egy harmadik féle készület, erre azt szoktuk mondani, hogy kegyelmi úrjövet, vagy személyes úrjövet, amikor Isten elérkezik a mi életünkbe, amikor hozzánk érkezik. Krisztus előtt a 8. században Izaiás próféta arról beszél, hogy majd el fog jönni a Mesiásnak az országa. Eljön a béke ideje. Eljön az az idő, amikor a népek között az isteni béke lesz jelen. És ha megnézzük a történelmet, ez váratott magára. Amikor Jézus elérkezett, és elhozta az ő üzenetét, akkor arról beszélt már egy kicsit árnyaltabban, hogy Isten országa elérkezett. Ugye azt mondja, hogy Isten országa köztetek van, sőt, Isten országa bennetek van. Mégis elérkezett, de még nem teljesedett be. Jézus maga mondja, hogy nem jön el látható módon, nem lehet azt mondani, hogy itt van vagy ott van. Nyomokban föllelhető az emberi életekben, az emberi közösségekben, egy-egy élethelyzetben. De mégis, hogyha megnézzük magát az evangéliumot is, azt látjuk, hogy ez az ország, a béke ország, a mesiási ország még várat magára. Jézus föltámadása után az egyház idejében azt látjuk, hogy az első közösség arra várakozott, hogy hamarosan eljön. Ez volt az első tanítványok életében, hogy Jézus közel van most már, újra itt lesz. És úgy is rendezték be az életüket. Aztán eltelt 100 év, eltelt 200 év, 300 év, és megtanulta az egyház, hogy várakozni kell, virrasztani kell, készülni kell, és valóban nem tudjuk, hogy mikor érkezik. Mégis ennek talán ellent mondani látszik, hogy ez a várakozási idő Isten országának az érkezése.
maga Izaiás próféta is arról beszél könyvének az elején, hogy ez lesz majd az utolsó napokban, hogy az Úr házának hegye fölmagasul a halmok fölé, hogy akkor majd eljön a béke az utolsó napokban. Az apostolok pünköstkor arról beszélnek Joel prófétát idézve, hogy ez lesz az utolsó napokban, és akkor kezdik idézni, hogy az Isten lelke kiárad. Szent Pál arról beszél, hogy ma van az üdvösségnek a napja. És hogy egy kicsit fokozzuk ezt az egészet, Szent János az ő levelében azt mondja, hogy itt az utolsó óra. És igazából a keresztény életében ez a legizgalmasabb pillanat. Mert az utolsó órát éljük mindannyian. Az Isten érkezésének az idejét, ma van az üdvösségnek a napja. Isten ma akar bennünket megérinteni. Görög nyelvben az időre, tudjuk, két szó van. Az egyik a kronosz, ami a történelmi időt, az időnek az egymás utániságát jelöli meg, és van egy másik, a kairosz, ami igazából Isten idejére utal, egy meghatározott időre, egy különleges időre, arra az időre, amikor az Isten megérinti az embert. És igazából ennek van itt az ideje. Most van az, amikor az Isten meg akar érinteni bennünket. Szeretem kihangsúlyozni, hogy a tegnap elmúlt, nem a miénk. Szeretünk a múltban élni, az emlékeinkben, de az már nincsen. Nyomot hagy bennünk, de elmúlt. A jövő, tervezgetjük, építgetjük, hogy mit szeretnénk, álmodunk. És mégis a jövő nem a miénk. Egyikünk se garantálja, hogy a holnapot megéri, hogy holnap reggel föl kell, hogy beteljesedik mindaz, amit ő megálmodott magáról. A mai nap, a jelen pillanat, ez Isten különleges ajándéka, az itt és a most. Ez igazából az egyháznak az ideje, ez az embernek az ideje. Isten most akar közeledni hozzánk, most akar megérinteni a szavai által, és különösen itt azt mondom, hogy megérinteni a másik emberen keresztül. Szentírás azzal kezdődik, hogy az ember az Isten képmása a földön. Isten az ő képére, hasonlatosságára teremti az embert. Az új szövetségben ugyanez erősödik meg, hogy Jézus Krisztus képére, hasonlatosságára teremtettünk. Benne, általa és érte teremtetett minden. Az egész ember az Istent hivatott tükrözni. Az Istent hivatott megjeleníteni mindannyian. És ezért különleges a jelen, mert valamiféleképpen az isteni szeretetet befogadva, megérezve, megtapasztalva, kell nekünk azt megjeleníteni, továbbadni, egymásnak adni. Egy jó szóval, talán egy érintéssel, egy tekintettel, bátorítással, vagy éppen azzal, hogy majd kigyulladnak a fények, és fényt vihetünk a másik életébe. Azt gondolom, hogy erre hívott meg az Isten, és erre kaptunk különlegesen időt most az adventbe, hogy fényt vigyünk ebbe a sötét és szürke világba. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, de azt is mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Én azt kívánom mindenkinek, minden ünneplőnek, kicsinek és nagynak, hogy legyetek világosság, és vigyetek fényt a falu életébe, a munkatársak életébe, oda-haza, vagy éppen az utcán. Isten adjon mindannyiunknak olyan fényt, amely megvilágosít bennünket, a szívünket, a lelkünket, és meg tudjuk osztani. Isten áldjon mindannyiunkat. Amen.
Köszönjük szépen az adventi gondolatokat. Adja Isten, hogy így tudjunk világítani ezen a településen. És most kérjük, fogadják szeretettel a református hittanosok rövid kis műsorát. Megvan a győzelem, megvan a győzelem.
Köszönjük a gyermekek énekét. És már több éves hagyomány, hogy miközben együtt közösen elénekeljük az Adventi Hírnök című énekünk első verszakát, aközben szeretném megkérni polgármester urat, Pintér Lajost, hogy kapcsolja majd fel adventi koszorunkon az első lámpát. Adventi hírnök frissen nyilván, lobog az első gyertyalán. Karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt. Újjong a szívünk, dalra nyúl, nincs már messze az út. Köszönjük szépen polgármester úrnak. És most szeretnénk terített asztalhoz hívni mindenkit. Nagy szeretettel készült az idősek naplai klubja töltött káposztával, a református hittanosok, 8. osztályosok zsíros kenyérrel, valamint a Susán család püspök kenyérrel,
szeretnék üzenni, ők sajnos nem tudnak itt lenni, hogy laktózmentesen készítették. A szadai konyha sült almával és forró teával, és a Szadai Borászok Egyesülete forralt borral. Mindenkinek jó étvágyat, és további szép estét kívánunk!